Köszöntöm a Kultuszszoba nézőit! A katolikus egyházi ünnepek sorában a karácsony és a húsvét után a pünkösd a harmadik legjelentősebb. A húsvét utáni 50. hétvégéhez számos népszokás is kapcsolódik. A dolog érdekessége, hogy kivételesen ezek nem kapcsolódnak össze. A pünkösd a húsvét utáni 7. vasárnapon és hétfőn tartott keresztény ünnep, mely a sínai szövetség ünnepe volt a zsidóknál a krisztusi korban. Akkor a jelei a szélzugás és a tűz voltak, melyek Isten jelenlétének, a kegyelem kiáradásának jelei. A katolikus pünkösdi ünneptárgya a húsvéti misztérium beteljesedése, a Szentlélek eljövetele, ajándékának kiáradása, az új törvény és az egyház születésnapja. Hajlamosak vagyunk még így az egyház berkein belül is elfelejteni, hogy a pünkösd épp olyan ilyen üdvösségtörténeti mérföldkő, mint a karácsony. Tehát egy egyszeri, nagyon fontos esemény, amikor Jézus ígéretének megfelelően és a régi tervnek megfelelően Isten lelkét kiönti a világra, és egészen közel jön az emberhez, az emberiséghez. Tehát egy kicsit távolabbról nézzük az eseményeket, akkor a ősi embermentő isteni terv szerint előkészült ugye a megváltó elérkezése, mint az Atya ajándéka, ez a karácsony. Aztán megmutatkozik a fiú elkötelezettsége, a fiú Isten elkötelezettsége az ember iránt, amikor odaadja magát nagypénteken és legyőzi a halált húsvétkor. És voltaképpen a pünkösd a Szent Háromság Isten harmadik személyének a, ha szabad így mondani, nagy akciója, mentő akciója az ember fele, amikor egészen közel jön az emberhez a gondolatok, az értékrend, az elszánás, az erő, tehát a szív, az egzisztenciánk közepébe akar lépni. Mi van ma? Mi van ma? Piros pünkös napja, holnap lesz, holnap lesz a második napja. A magyar kultúrában több szokás kötődik a pünkösthöz. Több elemük a kereszténység előtti időkre nyúlik vissza. A néphagyományban számos ünnep gyökeredződik egyházi ünnepkörökhöz. Ebből a sorból a pünköst kilóg, hiszen nem találni benne olyan elemet, mely a Biblia írása szerint lehetett volna részévé. A pünkösd is egy olyan keresztény ünnep, ami a zsidó hagyományokban gyökerezik, ezt vették át a keresztény kultúrkörben, ugye a zsidó arató ünnepnek és a gyümölcstermés ünnepének az ünnepe volt ez eredetileg, és a 325-ös nicceai zsinat határozta meg a pünkösdnek az idejét. Ugye ez a húsvét utáni 50. nap, és hát sok mozzanat mondjuk nem fedezhető fel a világi ünnepek, vagy világi rítusaiban sem a pünkösdnek ebből a zsidó kultúrkörből átvett eredetéből. Annyi van, hogy voltak olyan területek például, ahol a gabonában ilyenkor pünköstkor egy kaszavágást csináltak, ugye ez valamennyire visszamegy a zsidó arató ünnep vagy hálaadó ünnepnek az eredetére. Azonban az ünnepeink közül ugye a pünkösd az ünnep, ami érdekes módon ugye a keresztény ünnep az egyházi ünnepeknek vagy fő egyházi ünnepek sorába tartozik, ugye karácsony, húsvét után a pünkösd a harmadik fő ünnep. Viszont a pünkösdi hagyományok kötődnek a legkevésbé a Bibliában leírt eseményekhez. Ugye általában a pünkösdi rítusokat sokszor tiltották, és Magyarországról is vannak különféle ugye, településeknek a tanácsi tiltó rendelkezései, a pünkösdi király választás, a pünkösdi királyné járás, vagy a különböző zöldágas rítusok ellen. Ugye főleg itt a gazdasági szempontok voltak, ugye a különféle zöldágas rítusok, amelyek a pünkösdhöz kapcsolódnak, ugye voltak olyan események, hogy zöldágokat vittek például a templomba, és hát sokszor előfordult az, hogy egy-egy gazda határban lévő saját gyümölcsfáját látta viszont a templomba, vagy annak a leszaggatott, levágott ágait, és hát ezért voltak ezek a tiltó rendelkezések. A legismertebb népszokás a pünkösdi király és királyné választás volt, mely minden magyarországi tájegységben közel azonos módon ment végbe. Pünkösdi királynak lenni nem kis előnyt jelentett, hiszen a megválasztott egy esztendőn át számos mentességet élvezett. Egy évig tartott a pünkösdi királyság, akkor egy éven keresztül a lakóhelyén vagy a településén ott
mindenféle lakodalomra, mulatságra hivatalos volt, a kocsmában ingyen ihatott, a lovát, amellyel megnyerte a versenyt, azt a legénytársai gondozták, a kisebb vétségek, meg galibák alól pedig mentességet élvezett, tehát nem kapott érte büntetést. Általában termékenység, varázslás is kapcsolódott ehhez, magasra emelték a kislányt, és akkor annak a keretében, hogy ekkorára nőjön a kentek kendere. Azonban, ahol látták, hogy nem fogadják szívesen, a gyorsan legugoltak, hogy ne nőjön meg a házbelieknek a kendere. Például Tolna megyében Szakályból maradt fönn ilyen emlék. Ugye a Szakályban ott más volt a helyzet, nem 4 lány és 1 kislány járt, hanem 8-10 lány kísért egy nagyobbat, és hát ő volt a pünkösdi királynő, és ugyanúgy házról házra járva köszöntötték a házaknak a lakóit, ezért a köszöntésért cserébe tojást kaptak, vagy egy kevéske pénzt, de például volt ilyen szokás Kapospulán is, ott pedig cucorkavivésnek nevezték ezt a szokást, nem pünkösdi királyné járásnak. Ott egy kisebb lányt kísért ugyanúgy 8-10 lány, és ők is házról házra járva köszöntötték a házbelieket. A pünkösd ebben az esztendőben különleges lesz egyházi szempontból, hiszen az elmúlt hónapok történései sok esetben megváltoztatták az emberek gondolkodását. Bibliórásokkal néztük most itt az újranyitás, újrakezdés kapcsán a történetet, és ami legtöbbünk számára most olyan különösen fontos mondat volt, az a tömegből megszólaló hang, amikor a lélektől úgy átitatva megszólalnak a tanítványok, akkor különféle nyelveken kezdenek el beszélni. Felsorolja Lukács, az apostolok cselekedetőrült könyv szerzője, hogy hányféle helyről elszármazó zsidó zarándokok vannak ott Jeruzsálemben, hát ott a földközi tenger partvidéke, Mezopotámia, még kicsit túl az ázsiai részekről is rengeteg ember, és a visszavisszatérő megjegyzése az, hogy mindnyájan a saját anyanyelvünkön halljuk őket, amint az Isten felséges dolgairól beszélnek. És én most az idén ezt találtam, így a központi üzenetének, a pünkösdi csodának, hogy tulajdonképpen az adatik meg, hogy eljön a Szentlélek, és megadja azt, hogy a saját nyelvünkön halljuk az Isten felséges dolgait. Ez az akkori 2000 évvel ezelőtti pünkösdi csoda. De azt hiszem, hogy nem kell nagyon messze menni, hogy ugyanez a mostani is. És az anyanyelvet, most hagyj értsem a szó ilyen szimbolikus értelmében is, hogy mi magyarok is sokféle saját karakterünknek megfelelő jelzés, módszereket értünk, és a Szentlélek, a pünkös csodája az, hogy megadja azt, hogy a saját lelkialkatunknak, a szokásunknak, meg a saját észjárásunknak megfelelően tolmácsolja az Isten fenséges dolgait. Magunk eszével nem is tudnánk egyébként megragadni, magunk nyelvével nem. A Szentlélek aztán ma is ezt teszi, hogy az Isten felséges dolgait megérteti velünk, hiszen egészen közel jön, ahogy a mi értékrendszerünknek, szokásunknak, észjárásunknak, ízlésünknek megfelelő lesz hozzá egészen közel. Igen, Busás ára volt valamikor a kézműves dolgoknak, így volt ez a vőlegény ing esetében is, amelyet a szakcsiak fehér hímzéssel díszítettek. Ez a fajta kézi munka nagyon nehéz, ezért kevésbé terjedt el a környéken. Sokrétű tevékenység jellemzi a Szakcsi Hagyományőrző Egyesületet, amely a gyerekeknek is igyekszik átadni a volt mezőváros régi-régi tevékenységeit. Főleg kézimunkázni tanítanak a lelkes csoporttagok. Akár az iskolában, velük is volt közös programunk, és hát persze az óvodában, mivel hogy én eleve ott éltem az életem, szinte nagyobb részét életemnek, mivel óvónő vagyok, nagyon sok közös programunk volt, és nagyon sok mindenre igyekeztünk megtanítani arra a gyerekeket, amit mi megtanultunk. Itt a faluból ugye, ami könnyebb volt, azokat vittük inkább be. Tehát mondjuk a szövőszéket azt nem, mert akkor még ilyen hordozhatónk nem volt. Viszont szövőkeretünk volt. Én most egy kicsit visszamegyek annyira, hogy én amikor itt elkezdtem dolgozni, mint óvónő, utána nem sokkal én az iskolába kezdtem egy ilyen kézműves foglalkozást tartani.
Én már akkor azt kezdtem, hogy itt a faluban megtanultam a papírvirágkészítést. Ugye régen nem volt a temetőben művirág. Mindig volt egy olyan ügyeskező asszony, aki kreppapírból készített virágokat. Ott is van egy pár például a tükrösön. És akkor hát ez könnyebb volt a gyerekekkel megtanítani. Vagy ott volt a húsvéti tojás festés, például nálunk a gicázás, ami a hírókázás, hogy a ismertem nevén, ugye a méviasszal, azt is könnyű volt nekik megtanítani, de a hímzést is megtanítottam nekik. Ezeket a tevékenységeket a szakcsi asszonyok is folyamatosan tanulják. Így van ez a legjellemzőbb egyedülálló fehér hímzéssel is. Ahol nyomon következő, az természetesen a vőlegény ingek. Tehát a vőlegény ingeket, amit elviekben a mennyasszonynak kellett elkészíteni a vőlegénynek az esküvőre. Hát ezt valaki megtette, van, aki nem tette, az ugye megkért valakit, aki ezt elvégezte, és ahogy én tudom, és ahogy hallottam róla, elég búsásan meg kellett fizetni az árát, mert van, aki egy, van, aki két zsák terményt kért azért, hogy egy ilyen hímzést elkészítsen, és hát a vőlegény ingeken lehet ezt nyomon követni, mert ugye ahány falu volt, ahány község, annyi minta, annyiféle motívum dísz van, és ezt, mint az előbb már említettem, Cser Mária volt az, aki összegyűjtötte itt a környékünkön. És akitől mi igazából ezt a fehér hímzést megtanultuk, mert hát látni láttuk, hogy ezek szépek, de hát magát a technikát, ezt meg kellett tanulni, ezt Élő Lajosné, Rózsika nénitől tanultuk meg, akire nagyon nagy szeretettel gondolunk, bár ő már nincs köztünk, ő ugye népművészetmestere volt, és ő szakkört működtetett, hát szakkör nélküle is azt hiszem működik tovább Dombováron. Tehát igazából őket hívtuk meg ide hozzánk, és ők nagyon nagy szeretettel jöttek, és segítettek nekünk ezt a hímzést megtanulni. Segítettek abban, hogy milyen célszerszámot kell használni, hogy könnyebben menjen, ugye? Mert hát azt kell tudni a kaposmente hímzéséről, hogy ez egy lyukhímzés. Ez egy elég nehéz, nagyon-nagyon sok lyukkal átszőtt hímzés. Ezért is talán nem olyan elterjedt, mint például a kalocsai hímzés, mert az sokkal, de sokkal könnyebb. Az egyesületi tagok saját viseletüket is maguk készítik. Ez egy kék festőszoknya és egy fehér hímzéssel ellátott női blúz. Tehát ez a hímzés, ez eleve egy ingnek a mintája. És akkor ebből készült egy ilyen kis minta. Lehet, hogy még ezt éppen a Rózsika néniéktől örököltük, mert ők először ők segítettek nekünk ezt a mintákat meg elkészíteni. És akkor hát ugye az ügyeskező valamelyik lányunk, azt most már nem tudom, hogy ki volt az, aki ezt kihímezte. Ugyanis eleinte hát az ember egyesület eléggé küszködik azzal, hogy kevés, nincsen bevétel igazából, mert non-profit szervezet voltunk, vagy utána is hát igazából ugye nem vagyunk egy termelő rendszer, és próbáltunk adományokat gyűjteni, és akkor ilyen kis kosárkákban készítettünk minden olyan tevékenységből egy-egy darabkát, amivel mi itt foglalkozunk, vagy amit megtanultunk, és tovább is szeretnénk adni. És akkor minden kis kosárkába készült egy ilyen kis terítő. Ugye azok inkább ilyen kisebbek voltak, ami úgy belefért. A 2008-ban alakult civil szervezet egy tájházat is berendezett. Egy régi parasztházat alakítottak át, a hagyományoknak megfelelően. Egy igazán szép első szobát, úgymond egy tiszta szobát rendeztünk be, ugye itt máskor sem aludtak, ezt csak szépen berendezték, ezt csak nagyon-nagyon ritkán használták, és hát mi is a hátsó szobát használjuk inkább ilyen úgynevezett munkaszobára, ahol dolgozunk igazából. Itt elől csak ezt meg szoktuk mutatni, hogy mit gyűjtöttünk össze, és mivel is igazából rendelkezünk itt a házban. Ez a ház is maga egy inkább egy szegényebb paraszt ház, a módosabbaknak ugye már nem löngölt padló volt a szobákba, hanem már hajópadlót használtak. Tehát ez egy szegényesebb kis házikó, de próbáltuk összegyűjteni hozzá. Hát most úgy tájoltuk be körülbelül, hogy a 1900-as évek elejétől a II. Világháború végéig gyűjtöttük össze a tárgyakat, és az már, ami azon túl volt, az már nekünk az már nem igazán régiség. Tehát ezzel kapcsolatban, vagy ilyen tárgyakat kerestünk inkább,
és elég sokat is találtunk. Vannak ugye a komoda sokkal régebbi, ezek az ágyak egy kicsit fiatalabbak, a bölcső is elég régebbi, tehát mondjuk abban az időszakban elhelyezhető, de nem egy ivássak, tehát nem biztos, hogy így nézett ki pont egy szegényebb parasztház, mert azért ilyen szép ágyuk nem volt. Sok olyan kifejezetten Szaksra jellemző tárgyi emléket tudtak összegyűjteni, amelyek a település mezővárosi idejéből valók. Kétszer is megkapta ezt a rangot igazából, hogy megyei vásárt rendezhetett, elég sok család élt itt, és érdekesség, még nem tudom máshol, hogy volt, de Szaksra jellemző volt az, hogy egy ház alatt több család is élt. Tehát elég sokan éltek, sajnos az idők folyamán ez a falu is lassan-lassan elfogy, de hát talán sikerült, mondom újra, azokat a jellegzetességeket összegyűjtenünk, ami Szaksra jellemző volt, ugye, ami nagyon jellemző volt, ugye, a takács, tehát a szövés, és ez a, itt az első ágy, amivel be van vetve, ezek itt Szakcson készültek. Ezek szakcsi szőttesek, és a másik ugye még előtte jellemző volt a kerámikusság is Szakcsra, a habán kerámiát készítettek itt valamikor. Vannak helyek, ahol ezeket megőrizték, és volt egy olyan, hát talán még utána is, még a második világháború után is egy olyan ember, aki egy ideig Szakcson élt, és utána is még folytatta ezt a kerámia készítést. Sajnos kapcsolatunk így nincs velem, mert eléggé sokan és sokrétűen költöztek el és mentek el máshova, de mondom, az alap ez volt, hogy itt nálunk felelhető kézműves tevékenységeket felelevenítjük, megtanuljuk és gyakoroljuk, amit azt próbáljuk is most folyamatosan. A hagyományőrzők másik fő szívügye a falu rendezvényeinek a színesítése. Farsangkor, születi felvonuláson mindig megmutatkozik az Ömmel helyi asszonyokból álló egyesület. Minden lehetőséget meg kell ragadni arra, hogy megszervezzük azokat a kulturális eseményeket, melyek a népcsoportunk számára fontosak, mondta Illés Tibor, a Bukominai Székelyek Országos Szövetségének elnöke. A tervek alapján ősszel sor kerülhet többek között az országos mesemondó és szóló tánc versenyre is. Illés Tibor, a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének elnöke és párja is részt vesz abban a kezdeményezésben, mely a világhálón terjed, és amely a magyar néptánc kultúra színejavát villantja föl a különböző tájegységekben élő táncosok segítségével. Illés Tibor maga is vezet együttest, és azt mondja, a kezdeményezés is segít abban, hogy az összetartozás élményét átélhessük. Ez az egész életünknek a része. Úgy gondolom, hogy, hogy mint vezetőként sem tudtam volna lemondani róla, mert hát egyszerűen hiányzik. Ugyan kevesebb lehetőségem van ezzel kapcsolatban, mert ugye sokszor mint néző kell részt vennem. De hát az örök szerelem úgy látszik a tánc. És hát ugye hát most már elmondható, hogy 78 óta táncolok. Először Sárközit, majd későbbiekben ugye Bukovinait, úgyhogy hát nem most kezdtem, hál' a jó Istennek még egészségem van hozzá, úgyhogy a feleségemmel együtt táncolunk. Egy bukovinaiként is meg kell mutassuk magunkat, hiszen különösen ugye a bukovinai székelyek ugye Erdélyből jöttek, és ez úgy gondolom, ez mindenképpen felemelő érzés, hogy részt vehetünk egy ilyen program keretén belül, be tudjuk mutatni a tánckultúránkat. És hát öröm számunkra, hogy egy olyan családhoz tartozni személy szerint is, ugye a Moharai Szövetséghez, ahol mint Fülöp Ferenc díjasok is, ugye tulajdonképpen egy zártabb család, de nagyon összetartó, és mindig gondolunk egymásra, felkérjük egymást táncolásra. Tehát ez egy régi dolog, ami úgy gondolom, hogy példamutató, és hát öröm, hogy most már látni énekes, népdal énekeseket is hasonló elgondolásból. Úgyhogy hát igen, sok mindent kihozott ez a fajta járvány.
amit úgy gondolom, hogy nem esíti az embert. Ez a jó oldal a történetnek, hát bízom benne, hogy még sok jó oldala lesz későbbiekben, amit az ember most talán se lát, de biztos vagyok benne, hogy az egymáshoz való tartozás, az egymás ilyenfajta megközelítése, lelki oldalról főleg, a egymásról való gondoskodás, ez mindenképpen fontos lesz, és átértékelődik mindannyiunk számára. A Bukovinai Székelyszövetség gondozásában számos program indult az elmúlt esztendőben. Ezek jelentős része a járvány miatt egészen biztosan új időpontban kerülnek majd lebonyolításra. Megmentünk mindent, amit csak lehet, mondja a szövetség elnöke. Egészen újra kellett programozunk, mint ahogy most mondják, az egészséges programunkat. Hát igyekszük megmenteni, amit lehet. Ugye hát a mesemondó versenyünket, ugye, ami az első lett volna, megpróbáljuk illetve az őszi szünet idejére átrakni, Sebestyén Ádám mesemondó versenyt. Illetve hát a nyári fesztivált ugye azt le kellett mondanunk, azt nem tudjuk pótolni, de ugyanakkor lesz október 10-én, ugye a Kismányoki, most már ez az ötödik alkalom, kerül megrendezésre a Kismányoki búcsú, illetve ehhez kapcsoljuk azt a programunkat, ami két évente szokott lenni, ugye a Székely találkozunk. Szeretnénk kibővíteni ezt a programot, mi pedig pontosan azért, hogy lehetőséget adjunk a tagegyesületünk számára és a bemutatkozásra, úgyhogy így egy nagyobb programmá szeretnénk kiterjeszteni, ami azt jelenti, hogy ugye ekkor szoktuk átadni, hogy a Sebestyén Ádám díjat, többek között Gáspár Simon Antal díjat, amit ugye ennek keretében szeretnénk újra megtenni. Az idén ugye a néprajzi táborunk, amit minden évben megrendezünk, az idén Székely Kevén szerettük volna megrendezni, de hát ugye az ismert okok miatt ez is elmaradt, hogy jövőre fogjuk ezt megrendezni, valamint van a felnőttek néprajzi tábor, ezt viszont szeretnénk megrendezni az ősz folyamán, illetve ahogy lehetőségünk van arra, hogy ugye most már programokat lehessen szervezni. Ugye a szóló táncversenyünk, ami lesz, ugye az nem változik, hiszen a november 21-ére volt beprogramozva, az bízom benne, hogy meg tudjuk szervezni, meg tudjuk rendezni. Ez a Bada Ferenc szóló táncversenyként indult, majd ugye a kakasdiak szerették volna, hogy ez maradjon Kakasdon, de viszont meg szeretnénk ugye azt, hogy egy országosan meghirdetett programmá, úgyhogy hát remélem, hogy sikerül ezt is megtenni, és akkor ez a program is meglenne. Minden közös együttlét erősít bennünket, ezért nem lehet elengedni a terveinket. És ezért kell minden lehetőséget megragadni, hogy őrizzük és továbbadjuk kultúránk elemeit, mert ez tart meg minket, tette hozzá Illés Tibor. Tehát járványveszély ide vagy oda, a bukovinai székelyek pozitívan gondolkodnak a jövőről. A koronavírus járvány miatt közel 2000 rendezvény maradt el a Babits Mihály Kulturális Központban. A ház munkatársai már az újranyitást készítik elő, ennek megfelelően várhatóan lesznek nyári táborok, és több tavaszra időzített programnak is van már új időpontja. A koronavírus járvány ideje alatti kényszerszünet idején sem maradtak munkanélkül a Babits Kulturális Központ munkatársai. Segítették a város szociális ellátását, felújították a házat, és átszervezték azokat a programokat, melyek a járványveszély miatt elmaradtak. Zsiko Zoltán, a Babits igazgatója azt mondja, minden olyan előadásra megváltott jegyet, amely elmaradt, visszaállt a ház. Azon dolgozunk, hogy azt a közel 2000 eseményt, amit ez az időszak érintett, ennek új időpontokat találjunk és új megállapodásokat kössünk. A vírusjárvány csökkenőben van, ami új lehetőséget biztosít a programszervezés területén. Meghozzuk azokat a döntéseket és lehetőséget teremtsünk arra, hogy minden vásárlónknak és minden látogatónknak visszafizessük a jegyárát. Most azt mondhatom, hogy mindenki vissza fogja kapni a jegyárát, aki pedig támogatni szeretne minket, esetleg vagy később szeretné elkölteni azt a pénzt, amit itt hagyott, nekik egy utalványozási rendszeren dolgozunk, de a lényeg az, hogy mindenkinek megtaláljuk a megoldást arra, hogy hogyan fogja tudni visszakapni, vagy hozzájutni ahhoz az összeghez, amit itt nálunk elköltött.
A közös gondolkodás most ott tart, hogy azt látjuk, hogy a veszélyhelyzetet hamarosan meg fogják szüntetni, és egyre jobban enyhítik és engedélyezni fogják a szabadtéri rendezvények megtartását, és bízunk abban, hogy hamarosan kinyithatnak a kulturális központok is. Most ugye azt látjuk, hogy Szekszárd esetében jelentősen csökkentek a programok, illetve mondhatjuk azt is, hogy elmaradtak a programok az elmúlt fél évben, ugye március közepétől gyakorlatilag az összes programunk elmaradt, de azt gondolom, hogy augusztus 15-ig egészen biztos, hogy nem lesznek szabadtéri rendezvények, de ugye ahogy láthatjuk itt Szekszárdon is a közösségi médiából és az ilyen olyan felületekről, ahogy tájékozódom én is, hát látom, hogy még nincs eldöntve a szüreti napoknak a sorsa, de most talán inkább nagy eséllyel lesz valamiféle szüreti napok, de az még nem derült ki, hogy milyen. Az már biztos, hogy számos a tavaszra hirdetett előadás mégiscsak helyet kap a Babits színpadán. Egészen biztosan megrendezésre fog kerülni Péter Szabó Szilvia koncertje, Csányi Sándor estje, vagy a Páratlan Páros színházi előadás, vagy Konz Zsuzsa koncertje, és még hosszasan sorolhatnám, tehát ezeken a koncerteken dolgozunk, és ami még nagyon fontos, hogy optimisták vagyunk, és abban reménykedünk, hogy a nyári táborainkat, a nagy sikerű nyári táborainkat, amúgy ugye tavaly indítottunk útjára, ezeket a táborainkat bízunk abban, hogy meg tudjuk tartani. Amíg a kormány nem vonja vissza a veszélyhelyzetet, és nem nyithatnak ki a kulturális központok, addig egészen biztosan nyári táborok nem lehetnek, de ahogy látjuk, hogy hétről hétre enyhülnek ezek a fajta megszorítások, azt gondoljuk, és joggal gondoljuk azt, hogy talán megtarthatjuk ezeket a táborokat. Lesz grimaszka tábor, lesz kézműves tábor, lesz szuperhős tábor, lesz varázseset tábor, és lesznek mindenféle alkotó táboraink. Ezek hétfőtől péntekig, reggeltől körülbelül 17 óra magasságáig tartanak ezek a táborok. Ahogy megszokhatták a táborozók, a kiváló foglalkozásokon kívül számos szabadtéri programmal, játszóházzal, kézműves foglalkozással fogunk csináltatni minden gyermeknek babicsos kis szütyőt, babicsos kis kulacsot, és természetesen a kollégáim elhalmozzák őket minden földi jóval, úgyhogy bízom abban, hogy ezeket a nyári táborokat meg tudjuk tartani itt a nyár folyamán. Szóval ugrásra készen várják a Babicsban a nyitás lehetőségét, hogy aztán végre mindenki megtalálhassa a kedvére való szórakozási formát. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!